Megyeszállóknak nagyon fontos a turizmus, gyógyturizmus és a gasztronómia. Hát ehhez kapcsolódó infrastruktúrális beruházásokat minél hamarabb el szeretnénk kezdeni. Ugye szó volt már többször arról, hogy a kerékpárutat szeretnénk elkezdeni. Ez már olyan fázisban van, hogy már erről határoztunk is, hogyha nem sikerül pályázati pénzhez jutni, akkor mindenféleképpen megpróbáljuk önerőből. Azt nem tudjuk, hogy teljes egészében ebben az évben meg tudjuk-e az egész részét valósítani, vagy csak szakaszonként tudunk előre menni, vagy inkább csak részletekben, de mindenféleképpen azon leszünk, hogy a meglévő, vagy a megjelenő pályázati forrásokat ki tudjuk használni. Mivel a fürdő 1,5 kilométerre van Egerszalókhoz, így a vendégeket mindenféleképpen hozzánk közelíteni kéne, és nyilván nem csak hozzánk, hanem a mi vendégeinket pedig ki a fürdőhöz. Tehát ez egy szoros kapcsolat lenne. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy olyan lehetőséget, hogy gondoltunk arra, hogy besegítenénk abban, hogyha turisták ki tudjanak jutni hamarabb és meghatározott időnként a fürdőhöz, és a fürdőtől pedig be tudjanak jönni Egerszalókra, mondjuk éppenséggel borozni, vagy az éttermekbe. Indul a falóképnek a fejlesztése is, és azt szeretnénk, hogyha az ideérkező vendégek, akik Szalókra jönnek, akkor egy nagyon rendezett és kulturált egy szép virágos helyre érkezzenek. Ennek a megszervezése is szerintem egy kis időt igénybe vesz, de hogyha gyorsak leszünk, akkor lehetőség nyílik arra, hogy ezt is meg tudjuk szépen valósítani. Szeretnénk, hogyha önkormányzati szinten megnéznék azt a lehetőséget, hogy az ideérkező fiataloknak hogyan tudnánk segíteni esetleg telekvásárlásban, vagy épp a építkezésben is. Nyilván ez is csak egyfajta anyagi lehetőség, ehhez is kellenek ugye közös döntések és közös határozatok, de amit meg tudunk tenni annak érdekében, hogy a fiataloknak segítsünk, az biztos, hogy mindenféleképpen megtesszük, hiszen, mint említettem, kicsit öregedett a falu, tehát szeretnénk több fiatalt látni most már, és ilyen programokat is szeretném még a fiataloknak, amit említettem, hogy a közösségi nagy rendezvényteret olyanra használni, ami a számukra egy ilyen közös szórakozási lehetőséget is biztosít. Az idén mindenféleképpen előtérbe kell, hogy helyezzük a kerékpárutat, mint ahogy említettem. Ez már egy induló határozati döntéssel már meg is lenne, hogy megpróbálnánk elkezdeni. És természetesen a közösségi tér létrehozása az is egy vállalható feladat lenne, és a faluképnek a javítása, és megtervezni esetleg, vagy előtérbe helyezni a faluközpontnak a terveit. Tehát, hogy ez fontos lenne, hiszen a balesetveszély elhárítása lenne a fő cél.